Rendhagyó helyszínen, egy belvárosi galériában, illetve annak oldalán látható a most nyílt fotókból és rajzokból álló kiállítás. Az alkotásokat a Vármegyei Önkormányzat felhívására diákok készítették térségünk természeti és kulturális értékeiről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzatnak van egy programja, amit identitás programnak nevezünk, és ennek a keretében sok-sok mindent megvalósítottunk, rendezvényeket, különböző programokat, gyermek-felnőtt programokat, amelyek mind-mind az identitás erősítése körül forogtak, és voltak olyan kreatív programok is ebben, amelyek azt célozták meg, hogy a gyerekeket úgy szólítsuk meg, hogy mutassák meg azokat az értékeket, amelyeket őket körülveszik, mutassák meg, hogy ők hogy látják, és erre volt egy külön rajzpályázat, és volt egy külön fotópályázat is. Ezek időben eltértek egymástól. A fotópályázat zsűri elnöke Csutkai Csaba fotóművész volt, aki több évtizede hivatásaként tekint Szabolcs-Szatmár-Bereg értékeinek megörökítésére. Az alkotó szerint fontos, hogy a minket körülvevő kincsekről a fiatalok is tudomást szerezzenek. Itt vagyunk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, és ez a vármegye hihetetlenül gazdag olyan értékekben, amiket látni kell azoknak a fiataloknak, akik majd ugyanúgy meg fogják mutatni a saját korosztályuknak, és megmutatják a saját szüleiknek is, mert gondolom, hogy ezek a képek, ahol egy szobor, egy kölcsei szobor, most említenék egy képet a sok-sok közül, egy kölcsei szobornál ott van egy fiatal gyerek, és így ábrázolja, ahogy nem egy egyszerű szobor, dokumentatív képét, ez már üzenetet hordoz. És mégsem a beállított kép, mégsem az a szokványos megoldásra készült, ezért gondolom azt, hogy ez több tud lenni attól, mint egy sima dokumentáció. A rajzverseny nyerteseit már tavaly kihirdették, az alkotásokat azonban még nem mutatták be a nagyközönségnek, így most a fotópályázat legjobbjaival nyílt közös kiállítás. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumból többen is képviselték az intézményt az eddig kiért pályázatokon. Azt hiszem, eddig háromszor indultam. A legelső, amikor a botanikus kertről csináltam a kis filmemet, akkor a harmadik helyezést értem el. Másodjára ugye volt ez a mostani rajzos, akkor első helyezést értem el, és most én meg ugye a fotós. És akkor itt meg külön díjat kaptam. A rajz és fotópályázat legjobb alkotásaiból nyílt kiállítás június 6-áig látható a Sipeki Fotostúdió és Galériában, Nyíregyházán.